Mondtam neked. Szervezetek. Iskolára most a elkövetkező rövid időszakban lesz még. Egyébként a mai napig is szóval 50 éves évfordult, azt tudod, hogy milyen szép volt. Uh-huh. Nagyon nagy emlékeznek el az emberek. Igen? Igen. Ott van ki a legjobb való. Szóval nincs ott. Annyira be van fiatott a hátra, és ez nem. Nem látszik a kukkiben. De oda menjünk, hogy hátra nézzed, ott nagyon látszik hátul. Ott a fal is megálltad, tehát itt komoly gondban, és le kéne mondani, és úgy, akinek egészet végigmenni a padlózatot, meg a közfalat, meg ott a vizes blokkot, és ugye ez meg így húzódik. Van egy tökéletes főkamerám. Odaadom, és meg azt meg a fél fok eltérés meg tudjátok nézni. Hogy hol megy ki a meleg. Hogy hol, igen, hogy hol van írva. Ez a kályra viszont jó. Ez az egyetlen jó már. Ez a rögtön az egy kályra. Ez egy kályra már csak a probléma. A közeljövőben valószínűleg egy felújítás fog megtörténni. Osztálytermeket kell felújítani, mert a padlózatok megsüllyedt, illetve a vizes blokk az, aki tönkre ment, és ezt elsően újjel fog épülni. 17 millió forintos beruházás lesz, amit a Klik fog megvalósítani. Aztán vannak még problémák, a tető az 50 év alatt elhasználódott, és le kéne cserélni azt, ami viszont komolyabb beruházás volna. Meg hát az iskola az 50 év alatt elhasználódott, és belső ajtókat kéne cserélni, és a falakat is, meg a burkolat is meg kéne újítani. Hát ez nagy komoly költség lesz majd. Köszönjük szépen! Köszönjük! Ilyen nagy termék van! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És egyetek a három gyerek. És? Igen. És sokan csak dolgozunk. Másnak, hogy eltelt? Vagy a sok ideját is volt? Ezt is tavaly csináltuk, mert hogy megszakadt a falunk. Ki kellett cserélni a falat, a felelősséget, meg kellett bontani, és ez a rész is. Három csoportos az óvodánk, 55 fő jár, 60 fő lesz évvégéig. Az óvodán mindig van mit javítani, úgyhogy jó lenne még egy gyerekmosgódó, tornaszoba, terasz, tehát sok minden fejlesztés még jó lenne. Jó napot kívánok, jó étvágyat! Jó napot kívánok! Kedves kapukák és figyelmet szeretnénk élni! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük az őszintes oktatási központunkban Szabó Zsolt országgyűlési képviselő urat, illetve 60 város polgármesterét. Jó estét kívánok! Én egy kis tavaszi ünnepet szerettem volna önöknek hozni. Hoztam egy kis virágot itt tavasz alkalmából, nőnap alkalmából. Nagyon jó egészséget kívánok maguknak! Hosszú életet, és hogyha szabad, akkor egy kis mosolyt szeretnék a hölgyek ajkára csalni. Tessék nézni. Fehéret. Tessék választani. Ezt? Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Tessék választani virágot. Ez jó lesz? Jó. Ide teszem. Hogy tessenek vázába rakni. Ehhez tessék választani. Nagyon szívesen. Így gyönyörű. A színek, a virág, a forma, a tisztaság, le a kalapölök előtt. Tessék választani! Jaj, mindegy, egyet adjon ott jóval. Tessék! Melyik legyen? Hát, amelyeket tetszik. Középső? Nagyon szépen, ide. Köszönöm. Nagyon szépen. Jó, doktor is nagyon megy, mert veled már volt, mint a virág, mert azt hittem, ott szerette. Az biztos. Ez most legalább dupla akkor, amit volt. Igen. Igen. Nagyon szépen. Kényelmes. Szellős. Meglepőzően bejöttem, hogy hoppá, ez nem ekkora volt. Hát nagyon kellett már ide. Jó, minden egyébként működik minden, mert akkor, ugye akkor ment az átalakítás, amikor itt voltam. Igen. De a műszaki dolgok, egyéb dolgok, akkor rendben van. Igen, minden rendben van. Szépek tetszenek nagyon lenni. Szép, biztos. Kellett már ez az. Nagyon. Tágas, kényelmes. Mondom, mindig polgármester az, hogy annyi minden fejlődik, de ide fog költözni. Gyönyör volt és van minden. Jó.
Mi újságunk, Babi? Nincsen semmi különös újságunk. Jó, ugye? Szeretném jól. Megkínálhatjuk? Hát ennek nem tudok ellenállni, az a baj. Ugye? Nagyon szépen köszönöm. Mi vagyunk a bányász nyugdíjasok, 40 fővel, és 20 éve lesz a nyáron, augusztusban, hogy jubilálunk. Van egy 10 fős tánccsoportunk, egy énekcsoportunk. Örülök, hogy itt lehetek önök között, és hát mondta ön, hogy jól érzik magukat, mosolygósak, dolgosak, mondom, mint a rózsaszentmártoniak. Érdekes, hogy ahol járok, ugye, ahol magyar falvak vannak, ott mindenütt ilyenek, és az idősebbek, a régebb óta fiatalok úgy összetartanak, együtt vannak, jól érzik magukat, mosolyognak, táncokat tanulnak, és ez egy jó dolog. Hát azt kívánom önöknek, hogy a Jóisten így sokáig tartsa magukat így egyben, mint csoport, és ilyen jó kedvel. És ehhez szeretnék én is egy picit hozzájárulni. Hoztam egy kis tavaszi hangulatot, szép virágokat nőnap alkalmából, eltetszenek tőlem fogadni, akkor nagy szeretettel ezt átadnám. Szép tavaszi szín. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Ekkor valam begyűjteni, tessék választani belőle. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm szépen. Tessék választani. Ilyen jó vagy. Szépek, nagy választ. Hát én már kis válasszak. Tessék választani. Van minden szín. Nagyon vártuk. Örültünk neki, hogy eljött hozzánk. Nagy tiszteletbe tartsuk, mert a falunk ebbe az időszakba szépült meg. Úgyhogy a vezetőjeink is, a falusi vezetők is, azoknak is sokat köszönhetünk, mert sokat tesznek a falunké. Meg a klubbé is. Nagyon sokat fejlődött Rózsaszentmártom. Az úttól kezdve a vízelvezetésig, az épületekig, minden rendben van, tehát azt lehet mondani. Miután itt nagyon gondolkodó a képviselőtestület és az itt élő emberek is, mindig felvetődik olyan téma. Van itt egy összekötő híd, ami a művelési ház mellett van, annak a megerősítésére. Ugye most utat csinálunk, tehát a falu belterületén a templom előtti utat fogjuk felújítani teljes egészében. És hát kérték arra, hogy például az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásával tudjak segíteni, minél többet tudjanak fejlesztésre költeni. Ahogy eddig, az elmúlt 4 évben, ezt a következő 4 évben is szeretném megtenni. Szabó Zsolt képviselő úr mindig is partnerkészen állt Rózsaszentmártom község önkormányzata felé, bármilyen problémával vagy gonddal kerestük meg, és ő az a képviselő, aki rengeteget jelen van a falu életében. A mai bejáráson ugye voltunk több intézményben is, idősek otthonában is többek között, és ott jeleztük a számára, hogy mi készen állunk már tervekkel, engedéllyel az idősek otthona bővítésére vonatkozóan, amelyben nagyon-nagyon várnánk az ő segítségét, és ő azt ígérte meg, hogy a nyári hónapokban kerülnek majd kiírás azok a pályázatok, amiken majd lehet indulni, valószínűleg sikerrel.